Amikor emberekkel találkozom, és a beszélgetés során kiderül, hogy nem csak angol nyelvoktató és coach vagyok, hanem mintegy 5 éve már haikukat is írok, általában az szokott lenni, hogy jaj, tudom, az a kis 3 soros japán bölcsesség pillangókról, meg madarakról. Vagy pedig kíváncsian rám néznek, fú, de jó, haikut. De miért pont haikut? Hát erre van egy rövid válaszom nekik, mégpedig az, hogy hát ez szerelem volt első látásra, és ugye tudjuk, hogy az ilyen azért eléggé sokáig együtt marad az emberrel, és azóta egyre jobban összecsiszolódunk. A hosszabb választ viszont nektek fogom elmondani, mert valóban jogos a kérdés, ugyanis mit adhat egy csaknem 800 éves múlttal és szellemi hagyatékkal rendelkező, ráadásul japán versforma, egy 21. századi magyar embernek. Én már most ebben a pillanatban tudom, hogy nagyon sokat, és bízom benne, hogy mintegy 14 perc múlva ti is megtapasztaljátok ezt. Ahhoz azonban, hogy ezt át tudjam adni nektek, szeretném, hogyha eljönnétek velem egy rövid időutazásra. Én majd megpróbálok úgy tenni, mint egy jó haiku. Kevés szóval sokat mondó lenni, és rövid idő alatt maradandó élményt nyújtani. Természetesen Japánból indulunk, képzeljük, hogy a 13. században egy kis faluban vagyunk, ahol a nap végén a tűz körül, mint szerzetesek, szamurájok és kereskedők leülünk, hogy egy jót beszélgessünk, majd idővel hobbi versírásba, meg verselésbe kezdjünk. Megállapodtak embereink a szabályokban is. A zen buddhizmus hatott át gondolataikat, a pillanatnyi élményeiket fogalmazták meg mindennapi szóhasználattal. A gondolat 17 szótagból állt, 5-7-5 szótagnyi felosztásban, 3 sorban. Kötelezően szerepelnie kellett benne egy évszakszónak, a második sor végén egy vágószónak, ami a 3. sor csattanóját készítette elő. Nem rímelhettek a sorok, viszont áthatotta őket a zeneiség, a mély szimbolika, és ellentétet is kellett tartalmaznia. A gondolat így olyan volt, mint egy hosszú mondat, azaz japánul ku, és mivel embereink egy kicsit színészeknek is képzelhették magukat a gondolat előadásakor, idővel elétették a hai szócskát, így lett a versforma neve haiku, magyarul haiku. Embereink akkor még nem is gondolták, hogy valami olyan csodálatos dolgot hoztak létre, ami még 800 év múlva is maradandó lesz a világirodalomban, és létjogosultsága lesz a magyar kortárs költészetben is. Na, de menjünk tovább. A 17. században járunk, ahol is egy nagyon tehetséges fiatal költő ezt a verselést az önművelés útjává emelte. A neve Matsuo Basho volt, jelentése a nevének banánlevél. Tőle származik az a nagyon szép gondolat a haikut illetően, hogy a haikut kétszer kell elolvasni, másodjára azért, hogy átérezd. Ennek később majd jelentősége lesz. Reggeltől estig énekel a pacsirta, és mégsem elég. Reggeltől estig énekel a pacsirta, és mégsem elég. A 19. században azonban ezek a kis haikuk már elhagyják a japán határt, és rögtön az angol és francia költőknél kötnek ki. Majd az ő fordításaikra figyelnek fel a magyar költészet nagyjai is. Tandori Dezső fordításai alapján nagyon sok költőnk kezdett el a haikuval foglalkozni. Néhány érdekesség. Kosszolányi Dezső fordított először japán és nyugati haikut. Kányádi Sándor úgynevezett körönversei már egyenesen haikuk, bár a költő nem meri még így nevezni őket. Vörös Sándor tollában jelentek meg először nyomtatásban magyar haikuk. Érdekes, hogy a magyar haikut hangnemében megkülönbözteti valami nagyon fontos dolog a annó kialakult japán haikuktól, ugyanis itt már nem jellemző a zen buddhizmus, a meditáció nyugodtsága, kelet-európai szenvedéssel és pesszimizmussal töltődnek. Nézzük meg a pacsirta motivumot Kányádi Sándor tollából. Húzd meg, erezd meg, pórázon a pacsirta. Énekén hallom,
Húzd meg, erezd meg, pórázon a pacsirta, énekén hallom. A magyar haiku és a japán haiku tehát merőben más. Ez az egyik tanulmányban olvastam, hogy körülbelül olyan, mintha a japán szakét és a magyar szilvapálinkát szeretnénk összehasonlítani. Az eszencia ugyanaz, de a tartalma, egy kicsit az íze és a hatása is más. Nem csak a nagy földrajzi távolság, nem csak az eltérő szemlélet és a hatalmas történelmi időbeli különbség a felelős ezért, hanem ami csodálatos anyanyelvünk, ez a tele szimbolikával, játékossággal, mágikus erővel bíró magyar nyelv. Ugorjunk, a 20. században vagyunk, kialakul egy sajátos hangvételű modern haiku, melynek legnevesebb képviselője Fodor Ákos. Elvont íróasztal haikui iskolát teremtettek, döbbenetes erejű verseket alkotott, fanyarhumorú, ironikus és önironikus hangvételű alkotásai országszerte népszerűvé tették, és ezek az alkotások természetesen eljutottak ide Debrecenbe is, az ezredforduló táján, ahhoz a fiatal édesanyához is, aki addigi élet eddig legnehezebb periódusában volt. És természetesen, mint ahogy az ilyenkor szokott lenni, kereste a választ a benne tomboló miértekre. Miért én? Miért történik mindez velem? És akkor megkaptam a választ. Legyen előd lent hagyni, amit nincs erőd följebb emelni. Legyen erőd lent hagyni, amit nincs erőd följebb emelni. Durva, igaz? Hát egyrészt nem tudom, ti voltatok már így, hogy életetek során, amikor egy nagyon nehéz helyzetben voltatok, a megfelelő lelkiállapotban és a megfelelő időzítéssel találkoztatok egy olyan emberrel, aki egy olyan gondolatot tudott nektek átadni, ami aztán valamit megmozdított bennetek, és elindult a változás, és meg tudtátok tenni azt a bizonyos lépést. Na hát én így jártam ezzel a haikuval, és nem csak, hogy így jártam, hanem engem ez indított el a haiku írás útján, ez a háromsoros. Innentől kezdve ugyanis elkezdtem olvasni a magyar kortárs haiku szerzők műveit. Megdöbbentő azért az is, hogy csaknem 2000 magyar költőnk műveli nagyon magas szinten a haiku írást. Először elkezdtem olvasgatni, aztán gondoltam egyet 5 évvel ezelőtt, és megírtam az első haikumat. Csak ugye magam számára, keftelésből, mert azt éreztem, hogy jót tesz, mint hogy csodálatos Juhász Gyulánk a Szerelem című versét kezdi. Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon. Ezt éreztem. Aztán elkezdtem publikálni, és ezeket a haikukat létrejött egy most már csak nem 4000 főt számláló tündéri olvasóközönségem is, velük is megosztottam. És közben a mindennapos haiku írás kapcsán elkezdtem magamon megfigyelni azt, hogy változom. Változik a gondolkodásmódom, változik az értékrendem, változik a világlátásom, a reakcióim, tehát lehet mondani, hogy a személyiségem is. Ez elkezdett engem nagyon komolyan érdekelni, ezért végeztem egy kis kutatómunkát, és a tapasztalataimat természetesen megosztottam az olvasóimmal is a személyes konzultációk alkalmával a haiku műhelyekben. Mi lehet ebben a három soros kis tömör versikében, ami olyan nagy erejű, olyan magával ragadó, hogy változásra és egyáltalán személyiségcsiszolásra készteti az embert? Azt már Basó bácsi óta tudjuk, hogy a haikuírás azáltal válik az önművelés eszközévé, hogy a hajin, a haiku művelője, nem csak a verset faragja, de saját személyiségét is. Minden egyes haikuval, minden egyes megírt haikuval egyre közelebb kerül a saját önvalójához. Egyre tisztább képet kap önmagáról. Mert hogy a haiku tisztítja az elmét és az érzelmeket. De hogyan? Hát először is a haiku megtanít a megelégedettségre. Rendkívül tömör versforma. 17 szót áll a rendelkezésünkre arra, hogy egy egész történetet elmeséljünk. Ezért megnő a szavak jelentősége. Minden egyes szótagnak jelentősége van. Így az életünkben
a mennyiségre, a minőségre tevődik át a hangsúly a kevesebb több elve által. Ezen kívül a haiku megtanít a lényeglátásra. Keressük a megfelelő szavakat, válogatunk. Melyik a lényeges, melyik a lényegtelen? Ennek van jelentősége, ennek nincs. Ezáltal ez a szemléletmód később a mindennapjainkat is áthatja, nem csak a haiku írást. Az itt és most érzetét erősíti fel bennünk, hiszen a haiku a pillanat költészet, a pillanat megragadása és átérzése által. Egy olyan itt és most meditációs állapotba kerülünk, melyben a tudatunk megnyugszik, ez egy aktív meditációs állapot. Csúcsra járatjuk a nyelvi készségeinket, bekapcsol a témához kapcsolódó szókincs, a kreativitásunkat, ugye az őserőt mozgósítjuk, tehát ez az egész nagy flow élmény fog minket elragadni. Itt és most. Nem bánjuk a múltat, nem szorongunk a jövőn. A haiku megtanít lelassulni. Ugye kétszer kell elolvasni másodjára azért, hogy átérezd. Lassan olvasod másodjára. Érzed is a szavakat, nem csak olvasod. Ezzel a lelassulás által, mintha kiesnénk a térből és időből, a tudatunk egy ilyen külön kis szigetet képez, ahol aztán át tudjuk adni magunkat a haiku tartalmi és érzelmi vonatkozásának, mint amikor belefáradunk a gondolkodásba és fejben dőlünk el. És az utolsó hatás, amit tapasztaltam magamon, számomra a legeslegáldásosabb, a haiku megtanít saját erőből gyógyulni. Ez így van. Ez a pontszerű versecske olyan centripetális erővel bír, melynek hatására mágnesként vonz magához mindent a tudatalattinkból, mindenki nem mondott, fel nem tárt érzelmet, hiszen a terjedelembeli korlátok miatt számos dolog rejtve marad a haikuban. Nagyon sok minden a hiányával van jelen. Ezt a hiányt az olvasó a saját múltjából, a saját érzelemvilágából tölti fel. Ezáltal felerősödik a belső látás és belső hallás. A művészi jelleggel megírt haikukban pedig szimbolika van. A szimbólum ugye arra jó, hogy mindenki rá tudja csatolni és vonatkoztatni a saját megélését. Így gyógyít a haiku. Ezt az öt hatást összegző tevékenység emeli a haiku írást és az olvasást is a személyiségfejlesztés eszközévé. Emlékeztek az első kért kérdésre? Hogy mi a haiku? Fodorákos szerint mindenek előtt és mindenek fölött mentalitás. Ennek a mentalitásnak lelke a csend, a nyugalom, a béke és némi játékosság. Tartalom és forma egysége. Én pedig úgy gondolom, hogy a nekünk szóló haiku az olyan, mint egy személyes mantra. Útravaló, amely vagy felébreszt, vagy felvértez. Egy biztos, hogy az olvasása után már nem lehetünk ugyanazok, felébreszt bennünket, megváltoztat bennünk valamit. Úgy, mint az igaz szerelem. Ebben a rohanó világban a 21. századi embernek, aki kapkod, aki mindent hajszol, aki felhalmoz, aki soha nem ér rá, aki egyszerűen nincs jelen, pontosan azokat a minőségeket tanítja meg, ami a haiku lényegi mondani valója. Elcsendesedni, megelégedni, hálásnak lenni, derűsnek lenni, a jelenben lenni. Hogy mit adtam a haikuk által, arról talán a olvasóim többet tudnának mondani, szívhez szóló üzeneteik számolnak be erről. De hogy én mit kaptam ezáltal, arra gondolni sem mertem. Hát először is egy megváltozott életminőséget, ami sokkal egyszerűbb, higgadtabb, elégedettebb és nemesebb. Szeretném azt hinni, hogy pont olyan, mint egy jó haiku. Aztán kaptam ezáltal egy egészen másfajta világszemléletet. És végül, de nem utolsó sorban, megkaptam a válaszaimat azokra a bizonyos égető miértekre. Amit 2018-ban már meg is fogalmaztam valahogy így, bár még akkor nem is sejtettem, hogy mekkora létjogosultsága lesz most itt, ma. Végül megérted minden miérted, hiszen érted történt meg. Végül megérted
minden mi érted, hiszen érted történt meg.